Sziasztok! Ma nagy szeretettel, sok szeretettel köszöntelek benneteket a videómban, és egészen más, hogy készítem most ezt a videót, elhoztam nektek a hangtálamat, hangolódjatok rá! Hát nagyon örülök, hogy itt vagytok. Nézzünk bele a szerelemben, hogy mi vár rátok a szerelemben. Hunyjátok be szemeteket, elhoztam nektek a kártyákat, Oracle of Visions, Hiro Marchetti kártyáit, és ezzel készítünk egy lélektárs ikerlán kirakást. Nézzünk csak bele, koncentráljatok, mit kell, hogy tudjatok a lélektárs ikerlánggal, per pillanattal, most, mit kell, hogy tudjatok vele kapcsolatban. Hát ő jelent meg valójában, és téged lát itten, minthogyha te belelátná a lelkébe. De ez inkább egy ilyen vizuálisan látott kép, és hogy te egy másik dimenzióból haladnál irányába. Szeretném nektek megemlíteni, hogy lehet, hogy nem érkezek napi szinten videót készíteni, mert egy nagyobb dolgot készítek, amire tényleg most sok időre van szükségem, de igyekszem olyan sűrűn, ahogy csak lehet bejelentkezni. De ti személyes jóslást vagy kócsolást is foglalhattok nálam bármikor. Írjatok rám, és a megtalálható lehetőséget megtaláljátok a videó leírása alatt. Na kezdjük! Hogy áll most pont a helyzet? Hát én úgy látom, hogy ez a te lélektársad itt ül fenn, ezen a karmikus kereszten, és hát elég szomorú, lehajtja a fejét, bóbánatos, úgy látom, és azt is látom, hogy ő tényleg szeretne egy olyan könnyedséget elérni, és olyan flexibilis lenni, olyan rugékony, olyan mozgékony, hogy tudjon változtatni ezeken a dolgokon. És hát megjelentél te is neki itt valójában, szóval arról van a szó, hogy hát most szerintem te indítottál be ő nála egy transformáció folyamatot, egy nagy változást te tőled indult be nála, hogy valamit kiváltottál a lelkében. Nézzünk csak tovább bele. Hát mit kell, hogy tudjatok? Hát ő jelenkezik itten, és én úgy látom tényleg, hogy ő meg szeretné önmagának teremteni ezt az egészet, hogy is alakuljon ez az egész közöttetek. Ezt nagyon szeretném megteremteni, hogy ez létrejöhessen. Valamint azt látom, hogy azt is érzi, hogy te nagyon várod, hogy felhívjon, hogy ő jelenkezzen, és ez a várakozás te tőled, a hírekre várakozás, elég szomorúvá tesz tégedet. Mindig, amikor várakozol, vársz valamire, és az mindig egy ilyen szomorú érzéssel jár. Mindig valami hiánnyal, hogy még mindig nem jön. És ezt személyesen üzenem neked, vagy tanácsolom, hogy most haladunk tényleg az új hold irányába, hogy engedd ezt az érzést el. Látod ott a háttérben, látod ott a teli holdat. A holdi segít neked, az új holdba egy új szakaszt kezdhetsz, és elindíthatsz. Méghozzá nagyon nagy könnyedséggel, egyensúlyba hozhatod a dolgokat. Én úgy látom, hogy az a lényeg, hogy tényleg egy egyensúlyt teremtsél az életedbe, hogy megtaláld önmagadat, hogy megtaláld azt a biztonságérzést, ami benned lakozik. Valamint arról is szól ez az egész,
hogy törődj a belső gyermekeddel. Mindazt, amit nem adtál meg eddig a belső gyermekednek, azt add meg most magadnak. Azt add meg neked. Hát én azt látom itt valójában, tényleg azt látom, hogy hát te tényleg fejlődtél, de még fejlődnöd is kell. A színeket, az életszíneit, a fonalait te fonod meg. Nem a sors, hanem te. Hiába van az kiírva a sorsba, hogy ez meg ez vár te rád. Te rólad is van szó, hogy te döntöd el, te határozod meg, hogy milyen gyorsaságban haladsz előre, hogy meddig akarsz ebben a szerepben még szerepelni, hogy mikor szeretnél a mostani szerepedből kilépni és előre menni. Amikor kiléptél a szerepedből, akkor nézd, ott a levél, akkor nem vársz már, hanem teljesen önbizalommal teli, szeretettel teli, határozottan. Látod ezt a piros rózsát? Látod ezt a szerelmi levelet? Ez fog te rád várni, de ezért fejlődnöd kell. És hogyha fejlődni szeretnél, szívesen segítek neked. Jelenkezz! Nézzük tovább. Hát azt látom tényleg, hogy nálad most arról van a szó tényleg, hogy döntsd ezt el, és itt ezen a képen, amit látok, tényleg, hogy magadba kell, hogy beleérez, és hogy ezeket a zavaró gondolatokat mind elenged. Főleg a teli hold jó erre az elengedésre, de az új hold is segíthet neked, mert bármikor, amikor valamit elengedsz, akkor jön valami pozitív és valami új az életedben. Hát igen, igen, itt a szerelem, itt vannak a hattyúk, ragyog, sugároz, itt a szerelem. És téged is itt látlak, milyen szép vagy. Azt az érzést engedd meg magadnak, hogyha egyedül is vagy, vonsz be magadnak az ikerlángodat. Szóval persze, hogy ez egy kis időbe telik, még megtanulod, hogy hogy tudsz egy egyensúlyt teremteni magadnak, hogy szeresd is, te elengedd is, és ezt meg fogod találni, és én azt látom tényleg, hogy itt a te lélektársad, itt a te ikerlángod. Lehet, hogy üzenőte neked. Ügyelj az álmaidra, lehet, hogy küld valami szimbólumokat. Ha felismersz ilyen szimbólumokat a geometriából, mint ahogy látod, itt van a pentagram, vagy itt a kereszt, vagy itt az ang szimbóluma, vagy pedig a yin-yang szimbólum, az egyensúly szimbóluma, akkor ügyelj magadra. Ő már tudja tényleg, hogy te nagyon régen vársz már őre, és itt látom ezt a homokórát, és azt is tudja, hogy te is számolod az időt, hogy meddig kell még, hogy várjak, mikor fogok vele találkozni, mikor fogom látni őt, mikor jött el ennek a csodás kapcsolatnak az ideje. Hogy tudod te ezt megteremteni? Hogy érzed, hogy beleérzel, megengeded ezeket a szép érzéseket, és tényleg, hogy ilyen kellemes melegséget hagyod, hogy a szívedből feljöjjön benned, és akkor megtalálod a belső békédet, és akkor a belső békédet megtalálod, akkor áramlik belőled a szeretet. Én azt látom, hát ti tényleg ikerlángok vagytok, ő neked a második részed, és nézd, milyen szép ez a kártya, gyönyörűséges, látod? A szemetek egy, és a szemeteken keresztül megtaláljátok a lélektársatokat, vagy megtaláljátok azt a lelket, amit kerestek, vagy akit kerestek, és ez az állarc, nézitek, milyen gyönyörűséges ez a kártya. Nagyon szép. És én úgy látom tényleg, hogy ez
ez be is fog teljesülni, mert itt a csillagok már ragyognak, és én azt látom, hogy hosszú téren megteremtette ezt önmagadnak. Te vagy itten, mint nő most. A női erő, a teremtő ereje, az a teremtő erő is ezzel sok a lehetőséged. És én azt látom tényleg, hogy ez létre fog jönni, ilyen könnyedén, csak engedd meg, ilyen könnyedén, csak engedd meg. Szóval az a fontos az egészben, hogy ne légy függő semmitől, légy egyensúlyban, hogy ne függj az érzéseitől, ne függj attól, hogyha ő rád gondol, hogy ne érezd magad tehetetlennek, és akkor olyan teljesen szabadnak fogod érezni magad, és hagyjad, hogy áramoljon ez a szép, szeretendő energia a lelkedből, a szívedből, és azt látom tényleg, hogy hát vágysz nagyon iránta, te nagyon vágysz iránta, de ilyen szomorúan látlak tégedet, szomorúan, és itt az alma, a szerelem gyümölcse, és itt a kígyó, hogy ez tiltott gyümölcs neked. Nem tiltott, csak te tiltod meg. Nincsen se jó, nincsen se rossz, ezt te szabod meg, hogy hogy értékeled ezt, vagy hogy ítéled ezt el. No, nézzünk bele, ez nagyon szép kirakásból, de nézzünk bele, hogy mit is tudsz most te megtenni, hogy jöjjön irányodba ez a te lélektársad. Mi is az üzenet most még a háttérben? Mit is kell, hogy tudj a háttérben? Hát én azt látom tényleg, hogy a függőséget kell, hogy elengedd. Tényleg, amitől úgy érzed, hogy függsz attól, engedd el, és akkor minden rendben lesz. Én azt látom tényleg, hogy ezt csak spontán tudod megtenni. Hogy ha nem gondolkodsz, hanem azt megengeded önmagadnak, és hagyod, hogy ez előre menjen, és én azt látom tényleg, hogy az érmék királya azt szimbolizálja, hogy ő majd értékelni fog téged, ha eztet, a függőséget elengedted, olyan teljesen szabad lélekkel szereted. Ez nagyon jó, ez tényleg nagyon jó, és nyisd ki tényleg a szívedet. Ne zárd be a szívedet, hagyjad, hogy a szeretet áramoljon a szívedből, és akkor minden létre fog jönni. De amikor mindig áldozatként érzed magad, akkor azt a helyzetet vonzod be, és azt kell, hogy elengedjed az áldozatot, és eztet a küzdelmet, amit úgy a lelkedbe még úgy magaddal küzdesz, hogy jó vagyok-e, befogadhatom-e, elfogadhatom-e, stb. És én úgy gondolom, tényleg úgy gondolom, hogy ebből a hiányérzetből kell, hogy kilépj. Teljesen lépj ki ebből a hiányérzetből, mert ez nem visz téged tovább, sehová se. Nézzük csak meg tovább, hogy hogy is alakulnak ezek a dolgok. Hát én úgy látom, hogy itt van tényleg, hogy neked ünnepelni lehet, örülj neki. Itt vannak a kelyhek, a három kelyhes, hogy lehet, hogy meghív, lehet, hogy lesz esélyetek találkára, a lelki mélységet megélni egymással. Lehet, hogy most épp ezekben a napokban az meg is történik, de az a lényeg, hogy te légy az uralkodó nő, és te mutasd meg neked, hogy mit szeretnél. Valamint azt látom, találd meg az értékedet. Na nézzük meg a szívkártyába, hogy szerete ő tégedet. Húnyd be a szemed, koncentrálj, üld el. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy siker. Higgyél benne, hogy egy happy end, egy boldog vége lesz ennek az egésznek az egész vonalon, és én azt látom, hogy romantikus szerelem vár te rád. Az amor nyila megtalálta a szíveteket. Legközelebbi pénteken készítek nektek videót, akkor lesz a nyereményjáték. Nézzétek meg, osszátok meg a videót, kommentoljátok pénteket,
és szombaton az Újholdra szintén egy videó fog következni, és néha jövök hozzátok egy-egy meglepetéssel. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Sziasztok!